Hello, Fekete Zsombor vagyok, ez pedig itt a Level Up, a Fix.tv játéktudományos és kulturális műsora. Mai adásunk egészen speciális, hiszen a PGH LAN-ról fogunk közvetíteni, amely ugye egy Counter-Strike, illetve Call of Duty bajnokság. Még mielőtt azonban belevágnánk, hallgassuk meg a híreinket. Sziasztok, a Level Up hírei következnek. Két hete vendégünk volt, egy hete izgulhattunk érte, és úgy tűnik megérte. Gorki a magyar cybersport történetében először ért el negyedik helyezést nagy nemzetközi versenyen, a European Cyber Games StarCraft versenyében. Jövő héten pedig reményeink szerint újra vendégül láthatjuk, friss élménybeszámolóval, illetve egy még izgalmasabb élő mérkőzéssel. Addig is gratulálunk, Gorki! Ingyenesen letölthető az 1848. A Hidrogame által egy éven át fejlesztett stratégiai játékot az Oktatási Minisztérium vásárolta meg, mintegy 9,8 millió forintért, majd egy héttel az 1848-as forradalom évfordulója előtt a nagy közönség számára is elérhetővé tette. Az ingyenes játék mellett figyelemre méltó a Magyar Bálint oktatási miniszter által szignált ajánlás, amelyben a hagyományos tanári előadás, illetve az érdemjegyért történő számonkéréssel szemben a személyes élmény jelentőségét emeli ki a legmaradandóbb tanulási formaként. A játék a miniszter szerint különösen vonzó lehetőség a tanulásra, és kedvező a történelem tanítás szempontjából. A résztvevőnek kitörölhetetlen személyes élményei is lesznek a magyar nemzet függetlenségért vívott szabadságharcról, írja ajánlójában Magyar Bálint. Az oktatási tartalommal bíró videójátékok ilyen jellegű támogatása régóta megfogalmazott igény az e-learning szakma felől. A hazai játékkultúra egyik szereplőjeként pedig reméljük, hogy a minisztérium lépése precedensként szolgál majd más hasonló kezdeményezések esetében is. Előző adásunkban többek között a valós hatásokkal bíró virtuális gazdaságokról is beszélgettünk, meghívott vendégünkkel, Rab Árpáddal. A Blizzard azonban úgy tűnik, nem szívesen épít a World of Warcraft értéktárgyainak bizniszére. Nem kevesebb, mint 1000 felhasználót száműzött ugyanis szervereiről, akik a játék aranyait kínálták valós pénzért cserébe. Az úgynevezett farming ebben az esetben abból állt, hogy a játékosok az eBay-en árusították összeharácsolt virtuális vagyonukat. Az Egyesült Államokban minden ötödik videójáték konzol tulajdonos játszik valamilyen kalóz szoftverrel, derült ki a Macrovision nevű cég felméréséből. A PC szoftver biztonsággal foglalkozó cég 6000 Xbox, illetve PlayStation 2 tulajdonost kérdezett meg, és eredményeik alapján az illegális példányok felhasználóinak 3/4 széles sávú internet, illetve peer-to-peer rendszerek segítségével jut a játékokhoz. A kalózmásolatok mindössze 21%-a került CD-n a játékosokhoz. Bár a játékkalózok 73%-a megvette volna a játékot, gyakorta előfordul, hogy az áhított szoftver amúgy sem lenne elérhető számukra. A Macrovision szakértője szerint a játék kalózkodás akár futótűzként is terjedhet az elkövetkezendő években, hónapokban. Az illegális szoftverek futtatásához gyakorta szükséges egy úgynevezett mod chip, amelynek ötletét egyébként a szofisztikált jelzővel illették a szakemberek. Elterjedését az illegális programok felhasználói között 64%-ra becsülik. Gary Beard, a cég PR menedzsere szerint hiába találnak ki a konzolgyártók egyre trükkösebb módszereket az illegális tartalmak visszaszorítására, a kalózok velük együtt fejlődnek. Vajon a kalózkodás népszerűbbé válhat az idők során? Beard nem látja okát, miért ne válna? Mindeddig leginkább a legjobb játékokat kitüntető díjakról, elismerésekről számoltunk be, azonban a GDC játékfejlesztő konferenciája nem várt meglepetést hozott egy igazi botrányjátéknak, amelyet sokan a díjazottak közé vártak volna. Ez pedig nem más, mint a Grand Theft Auto San Andreas, amely a tavalyi év egyik legkedveltebb szoftvere volt. Három kategóriában kapott jelölést, a legjobb írás, a legjobb játék, illetve a legjobb technológia, amelyet azonban mindhárom esetben a Half-Life 2-nek ítélt a zsűri. Ezek voltak a Level Up hírei, sziasztok!
Köszönjük szépen a híreket, most pedig következzék a PGH ellen. Innen Keszhelyről, a Balaton fővárosából. Második alkalommal rendezték meg Keszthelyen a PGH Island. A versenyen 12 Call of Duty és 19 Counter-Strike csapat mérhette össze az erejét. Míg a Counter-Strike versenyzők idén már részt vehettek egy fontosabb hazai lanon, addig a Call of Duty játékosok számára ez volt az első ilyen lehetőség. Nem véletlenül, a Counter-Strike Magyarország legnépszerűbb multiplayer játéka, amelyet 2003-ban becslések szerint 21 ezeren játszottak hazánkban. A Counter-Strike egy csapatalapú FPS, azaz első személyű lövöltözős játék. A legelső beta verziót 1999-ben saját szórakoztatásukra készítette két fiatal programozó, Guzman és Cliff, a Half-Life című játék ingyenes modifikációjaként. A Counter-Strike, vagy ahogy nálunk emlegetik röviden a CS, azóta minden idők legnépszerűbb online FPS-ével vált. A Counter-Strike-ban két csapat játszik, az egyik terroristaként, a másik terrorista elhárítóként. A cél egy adott feladat elvégzése, például bombalerakás megadott pontokra, túszok kiszabadítása, stb. A játék körökre van osztva, egy kör addig tart, amíg az adott feladatot nem teljesítik, vagy ameddig valamelyik csapat el nem veszti az összes emberét az ütközetben. A CS-ben különféle versenymappok állnak a játékosok rendelkezésére, ahol eltérő környezetben kell a küldetéseket teljesíteni. A pályák pontos ismerete létfontosságú, erre épülnek azok a komplex stratégiák, amelyeket a csapatok hetekig gyakorolnak a versenyek előtt. A vakító, füst és robbanó kézigránátok használata a megfelelő helyen éppen olyan fontos lehet, mint a csapattárs támogatása vagy a pontos célzási készség. A versenyeken egy mapon 15 kört játszanak egy oldalon, majd cserélnek, vagyis azok, akik az első 15 kör alatt játszottak counter-terroristaként, azok az után terroristának állnak és fordítva. A játék egy pályán 16 nyert körig megy, mivel ezzel az adott csapat eléri a maximális 30 körben az abszolút többséget. A Counter-Strike játék szabályai persze versenyenként változhatnak, de általában az úgynevezett CPL, vagyis Cyber Athlete Professional League szabályokat veszik alapul a szervezők. A játékok ilyen mértékű regulázása nem véletlen. A videójátékok, amelyek otthon bosszúságot okoznak a gyermekükért aggódó szülőknek, ezeken a lanokon igazi sportágakká válnak, ahol a versenyzők egyelőre szimbolikus pénzösszegekért, de igen komoly elismerésért küzdenek. Páli Barna, a PGH állam egyik főszervezője, szülőként és cybersportmentorként is nyilatkozott a rendezvényről. Én szerintem ebben az a lényeg, hogy mindenképpen játszanak a gyerekek. Most független attól, hogy van-e lan vagy nincs lan, a gyerekek otthon játszanak, ezt a szüleik tudják, látják. Mi csak összefogjuk ezt a dolgot, és valami irányt mutatunk nekik. De ha nem lenne lan, akkor is játszanának a gyerekek, ezt mindenki tudja. Tehát a szülők hiába érzik azt, hogy ez ilyen, otthon mennek a játékok. Nem ilyen játékok, hiszen tudjuk, hogy milyen véres játékok léteznek, amikkel szinte már horrorisztikus, sőt, abszolút horrorisztikusak is léteznek, és ezekkel játszanak a gyerekek. Itt azért ezek elkerülendők. A gyerekek összeismerkednek, taktikát alakítanak ki, és gondolkodnak, és nem csak a játék része van ennek, hanem egy csapat, aki felépül, ha előre akar jutni, és meg akar valakit verni, akkor ő neki gondolkodni kell, és gyakorolni kell, és kitartónak kell lenni. Tehát valahol az élethez őket ez valamiben megtanítja, egy kitartásba ilyen hozadékai vannak. Sajnos a gyerekek játszanak, úgyhogy
Ez van. Én mondjuk felnőttként nem értek egyet vele. Kodiak a hazai Counter-Strike élet egyik legmeghatározóbb egyénisége nem csak versenyzőként hallat magáról. A fiatalabb generáció mentoraként éppen úgy híressé vált a Chase színen belül, mint a legszebb lövéseket bemutató úgynevezett frag movie készítőjeként. Civilben jelenleg építészmérnöknek tanul, de sem véletlen, a videójátékok ebben is meghatározó szerepet játszottak. Öcsém elkezdett játszani Quake 3 játékkal, ez olyan 5-6 éve volt. Én is megnéztem magamnak, hogy is megy ez, meg milyen az FPS, meg milyen egymás ellen játszani neten, LAN-on, stb. De nem, annyira nem tudott megfogni maga a játék. De a Quake 3-hoz kijött egy ilyen pályaszerkesztő program, és elkezdtem azzal foglalkozni, hogy pályákat csináltam Quake 3-hoz, és ezeket nemzetközi fórumokon is bemutatták, és akkoriban a planetquake.com volt a leghíresebb ilyen Quake 3-as fórum, ott is az egyik pályám ilyen Map of the Day volt, vagy Map of the Week, ami szerintem egy elég jó eredmény. És megtett, de hát egy ilyen pálya elkészítése az hónapokig tart, mert nagyon sok mindent figyelembe kell venni, attantól kezdve, hogy meg kell tanulni egy ilyen 3D-s szerkesztőprogram használatát, aztán játéktechnikai szempontokat, azt, hogy milyen power-upokat helyezel az ember a pályán, és hogy mennyire van a helységeknek összeköttetése egymással, illetve milyen gyorsan lehet eljutni a spawn pontoktól, a fegyverekig, stb. Na most ennek a kifejlesztésében öcsém segített, mert elég jó játékos volt, magyar viszonylatban is az első háromba volt. És ennek hatására döntöttem én úgy, hogyha tudok én hónapokat tölteni azzal, hogy egy ilyen 3D-s szerkesztővel pályákat készítgessek, mert megpróbálnám az építészmérnöki kart. Az egyénektől függ, hogy hogyan használják ki a lehetőségeiket. Hogyha valaki Counter-Strike-kal játszik, az nem kötelezően rossz. Akkor lesz rossz, hogyha maga az egyén nem tudja ezt úgy hasznosítani, ahogy ez neki jó. Én személy szerint például a mostani munkáim, amiket az egyetem mellett én csinálok, az például videoklippek vágása, amit én úgy tanultam meg, teljesen autodidakta módon, hogy a Counter-Strike-os videókat csináltam, és ezt megmutattam egy srácnak, aki ilyesmivel foglalkozik, hogy rendezvényfilmeket csinál, meg vág, és azt mondta, hogy nyugodtan vállalhatnám, és csinálhatnám. De a Counter-Strike-hoz képest tulajdonképpen abban különbözik, hogy Counter-Strike-ban ugyebár a fegyvereket meg kell vásárolni, Call of Duty-ban ez alap, tehát adott, úgy indulnak a playerek, hogy egy elsődleges fegyver van, tehát ez lehet puska vagy gépfegyver. Tulajdonképpen gránátjaik vannak, ez függ attól, hogy puskával, távcsöves puskával vagy gépfegyverrel megy, és van ugyebár a pisztoly, és ami lényegesen különbözik a Counter-Strike-tól, hogy itt kodban van másodlagos fegyver is, tehát hogyha kilő valakit, fel tudja venni a másodlagos fegyverét, tehát egy gépfegyver mögé fel tud venni egy puskát. A másik fontos dolog, amiben különbözik a Counter-Strike-tól, hogy itt tulajdonképpen a mapok azok 20 körösek, és 11 kört kell megnyerni ahhoz, hogy meg legyen a map, úgymondván a pálya. A Counter-Strike az egy modernebb környezetben játszik, tehát egy terrorista, antiterrorista elhárító dologról van szó, míg Call of Duty van pedig a második világháborús a környezet, ahol tulajdonképpen a tengelyhatalmi és a szövetséges oldalak birkoznak meg egymással, úgymondván.
szövetséges oldalon több nemzettel találkozhatunk a pályákon is, tehát a mapokon is, például van az amerikai oldal, ez eléggé domináns, és az orosz oldal, ami szintén domináns, van még egy harmadik, az angol oldal, ami tulajdonképpen ez csak egy pár pályán van, de mivel ezek a pályák úgymond nem igazán versenymapok LAN-on, ezért ezen a LAN rendezvényen nem volt ilyen pálya, ahol az angol színekben harcolhattunk volna. Aha. És a másik oldalon? Másik oldalon tulajdonképpen a tengelyhatalmi oldal van, az Axis, ugyebár ez a német, tehát ők vannak mindenhol. Ez változó, vannak mapok, ahol tulajdonképpen lényegében tehát mindig a szövetséges erők támadnak, és vannak, jól emlékszem, akkor egy map van, ahol a szövetséges, tehát a tengelyhatalmi oldal támad, de ez szintén nincs a LAN-on, tehát és más rendezvényeken sem, tehát ez inkább ilyen fán szinten megy, tehát public szervereken lehet ezekkel a mapokkal inkább találkozni. Nem az, hogy utána, hogy kimentetek rá, az volt a baj. Amit, hogy nem vettétek észre, hogy utána volt a baj. Ja. Nézem, dobnak ára. Nem. Mondom. CS hasonlóan itt is teljesen átgondolt, és több taktika van egy pályára, védő támadó is. Itt nagyon fontos szerepet játszik a gránátok időszítése, mert sokkal erősebbek, mint Cében. Bár itt nincs többféle gránát, csak a sebző, de az sokkal erősebb, nagyobb horderejű, és akár 2-3 is lehet az embernél. És így a taktikák legtöbbször arra épülnek, hogy valami gránáttal megoldani azt a helyzetet, hogy helyzetbeli előnyünk legyen pályai adott részén, is ott kéne tudni átmenni. Magyarországon a Cs után a második legjátszottabb FPS játék. Európában valamilyen nagyobb a népszerűsége, de emléteg ott is csökkenőben van, hogyha jól tudom. Nem tudom, erről vegyesek a vélemények szerinted. Hát szerintem olyan nagyságrendileg, aki így neten játszik, és picit is komolyabban olyan 300 player körül, 300-400 kb. Nagyjából nem, inkább több, mert az csak... Bocs. Hát, szerintem komoly klán, igazából a magyar klánok között, aki itt ide eljött, tehát ez a mondjuk 10-12 klán, mert tehát említek neten több van, de hogy ezek mennyire aktívak, az kérdéses. Tudomásom szerint Magyarországon nem volt még kodlan a PGH-en kívül, a GPS4-en volt egy próbálkozás, de ugye nem sikerült a megfelelő számú nevezőt összerenteni a szervezőknek. Magyarországon baráti lanokon kívül nincsen versenylan, csak külföldön. Folyamatosan nyílunk kifele, mennek a levelezések civil szervezetekkel és külföldi civil szervezetekkel, és végül is az az elképzelésünk, hogy ez nagyobb legyen, nemzetközi legyen. Szeretnénk kvalifikációs lanná válni. Még a teljes irányelvek azok nem dőltek el. Ugye itt nagyon sok adatot be kell szereznünk arról, hogy mi is az elvárás, és hogyha ezzel teljesen képbe van a team, akkor tulajdonképpen az az irány, hogy nemzetközivé váljunk és kvalifikáció legyünk. Itt a keleti, és hát jó, ez mondjuk Közép-Európa, de ez a keleti blokkjának a egyik ilyen főpontja legyen. Milyen civil szervezetek érdeklődnek az ilyen LAN események iránt? Tulajdonképpen mi keressük meg őket, és utána őnekik ez tetszik, érdekli őket. Konkrétan például az Európa.pont, ugye ez minden nagyobb városban, vagy hát nem is, nagyobb településen van Európa.pont. Megkerestük a helyi Európa.pontot, és ezen kívül a városok, a környező városok, Keszthely, Zalaegerszeg, Nagykanizsa,
tehát a régióból a városoknak a testvérvárosait keressük meg külföldfele, illetve a helyi ifjúsági szervezetek, akiknek szintén van, nagyon soknak már van külföldi társszervezete. Hát ezek a szervezetek fognak úgy tűnik nekünk segíteni, és így tudunk tovább nyílni és színesebbé válni. Ja, milyen jövőt látok egyébként ezeknek a cybersport rendezvényeknek? Hát látunk be jövőt, mert befektetünk, és ezt azért fektetünk be, mert úgy érezzük, hogy itt lesz valami ebből. Szerintem Magyarország most nyílik ebbe az irányba. Az egyértelműen köztudott, hogy ez külföldön kicsit már előrébb jár. És nagyon sok a beruházás, már csak ezért is merem remélni, hogy ez fog futni és tovább szélesedik. Papa, akkor hát szokásunkhoz híven ismételten egy másik szervezőnek a lanyján kaptunk el. Mesélj, hogy érzed magad. Köszönöm szépen, fáradt vagyok. Pedig nem, tehát most olyan kellemesen fáradt vagyok. Jó a hangulatunk, itt a páron lejöttünk a szervezőbrigádból, meg az úgymond általam szponzorált, vagy támogatott, vagy menedzser csapattal jöttem le, őket próbálom itt uszítgatni. Úgyhogy minden oké. Nekem úgy tűnt, hogy a szervezők, tehát így a különféle LAN szervezők, azok elég jó viszonyban vannak egymással. Köztetek nincsen ilyen konkurencia harc a PGL-lel? Semmiképpen nincs konkurencia harc. A részünkről biztos, szerintem részükről sincs. Nagyon sok dologban tudunk nekik segíteni, most is próbáltunk. Biztos, hogy eljön annak az ideje, hogy ők is fognak rajtunk segíteni. Én úgy gondolom, hogy annyira nem szűk ez a piac, hogy a konkurencia háború kellene ilyen szempontból. Aha. A PGL-anosok, ők említették azt, hogy szeretnének előbb-utóbb majd ilyen nemzetközi versenyekre kvalifikációs lanként szerepelni. Neked, hogyha jól tudom, akkor ez már összejött, tehát ugye a GPS-öt az ilyen lesz. Megosztanál egy kicsikét többet erről a lanról? Igen, összejött. Gyakorlatilag három nagy fő ilyen világszervezetet tartunk számon, hát több van, de a három nagy közül az a Európában a egyedülálló, úgymond legnagyobb ilyen szervezet. Ez az SVC, ez egy francia, hát nem kimondottan csak franciákból áll maga a team, de egy francia honosítású dolog. Minden évben Párizsban rendezik nyáron általában a döntőjüket, ahol hatalmas összdíjazások, hatalmas pompa és borzasztó nagy média hadjárat követi ezt a versenyt. Hát ennek a SVC döntőnek a kvalifikációs versenyét nyertük meg itt Magyarországon. Ez már teljesen biztos, tehát szerződéseket aláírtuk, az úgymond költségeit mi ennek már kifizettük, úgyhogy most már csak várjuk, hogy május 20-22 között megrendezzük.
Szevasz, Fodi. Ti most negyedikek lettetek. Ez hogy lehetséges, hogy még le se zárult maga a verseny, és ti már tudjátok, hogy hányadik helyezettként végeztetek? Hát mi alsó ágról jöttünk, így ilyenkor hamar kiesik az ember, hogyha nem figyel oda. Alsó ág, egy meccs, egyet elbukik az ember, ilyenkor kiesik. És akkor ugye egyenőre úgy néz ki, hogy ti leszek a negyedikek, ugye az SBC-klán. Így van. A harmadik az ugye az LQ, mert hogy őket most verte ki ugye a FOP, és ugye a FOP és az SA fog egymással megküzdeni az első, illetve második helyen. Így van, ez a döntő, ilyenkor a FOP jött alsóágról, és nekik kell két pályán megverniük az SA-t. Ahhoz, hogy ugye ők nyerjék meg a LAN-t. Az elfogadható eredmény számunkra az első hely. Esélyesen tartjuk magunkat a döntőre, és akár a győzelemre is. 50-50. Bármi lehet. Igazság szerint ez teljesen. Az első négy klán között abszolút az dönt, hogy éppen aktuális forma. Tehát teljesen egy ilyen. Kinek megy jól, igen, gyakorlatilag. Milyen napja van. Igen, tudok. És akkor és ez is, hogy mit ért a BB? Ennyi? Ügyike vagy? Ennyi.
milyen érzés immáron most már a LAN után lenni? Köszönjük szépen, nagyon felemelő érzés. Hát ahogy látszott, mindent megtettünk annak érdekében, hogy fordítsunk a mérkőzésen, a mérkőzés állásán, és a második mepet sikerült megnyerni nagy fölénnyel, úgy gondolom. Aha, egyébként milyen érzés volt az, hogy ti végig a felső ágon taroltátok a többieket? Hát az rendkívül jó érzés, ám bár az XDK mi vagy nem volt jelen, ezért úgymond könnyű helyzetünk volt, de ahogy látszott a FOP az első napon rendesen megvert minket. Ugye valamikor az XDK-ban játszottál, nem is olyan régen. Milyen érzés volt megkéselni ugye elszaszállt a GPS-4-en? Megmondom ezt, hogy kifogytam minden munícióból, ami lehetett, és hát arra való a kés, hogy használjuk természetesen, úgyhogy használtam, hogy látszott. Az egy eléggé nagy visszhangot keltő, mondhatni? Eléggé. Azt mondták, hogy nagyon megalázó volt, de a szaszával utána beszéltem, és nagyon jó barátom, úgyhogy azt mondta, hogy semmi probléma nincs belőle. Aha. Egyébként az SA, mint csapat, az mióta létezik? Az SA, mint klán 2003. szeptember óta létezik. A Makitalan volt az első nyilvános szereplésünk, amin egy mennyi harmadik helyezést sikerült elérnünk. Úgy gondolom, mint egy meglepetés csapat robbantunk be a Chase-kénbe. Az XDK-val kapcsolatban mik az elgondolásaitok? A következő LAN-on, ugye a GPS-5-ön, amelyik egyben ugye egy SVC kvalifikáció, meg fogjátok őket verni? Hát ha minden jól megy, akkor igen. Mi bízunk benne, és magunkban, egymásban. Azért vagyunk egy csapat. Jó, amennyire én tudom, ugye eléggé sok helyről kezdtetek, tehát ugye van köztetek mosó-magyaróvári, pécsi, budapesti. Hogyan oldjátok meg a közös gyakorlásokat? Egyelőre csak interneten tudunk gyakorolni együtt. Folynak a tárgyalások egy bizonyos LAN-klubban, amik a nevét nem szeretném megemlíteni. Valószínűleg ott tudunk helyet kapni, egy külön szobát, ahol öten egymás mellől szélesebb internettel gyakorolhatunk. Mik a tervétek egyébként, tehát meddig szeretnétek játszani, mit szeretnétek elérni? Rövid távon, hosszú távon? Mindent, amit lehet. A legnagyobb verseny ebben a játékban véleményem szerint a CPL, a Dallasi bajnokság. Ott szeretnénk magunkat képviseltetni és elérni egy jó helyezést. Tegyük fel, hogy egy jó helyezést érnétek el. Igazából mit gondoltok, a személyetek mennyiben tudja befolyásolni a hazai cybersport élet hát egészét? Ez egy érdekes kérdés, mert ugye nagyon sokan szeretnek és nem szeretnek minket, de ez rendesen is szokott lenni. Ez a vélemény rólunk szerintem a DXRC LAN-on alakult ki, ugyanis az összes és létező hibát elkövette a szervezőség, nem az, aki a felmentésként érkezett, tehát nem a PGHL team, hanem a másik. És ezáltal olyan helyzetbe kerültünk nagyon sokszor, és minden csapat, hogy szabálytalanságok, admin mulasztások és minden egyéb történt, ami miatt egyszerűen mi se tehetjük meg azt, hogy nem óvjuk meg a meccset. Talán felfigyelnek az emberek arra, hogy hogyan is kell ezt a játékot játszani. Most ez nagy dolognak tűnhet az én számból, de mi szeretnénk volna mindig is, mióta első megalakult, máshogy játszani ezzel a játékkal. Mit jelent ez, hogy máshogy? Csak a csapatmunkára építünk és a skillre. Mit jelent az, hogy nem betanult taktikákat? Hát most csomó magyar csapat azt csinál, hogy megnéz külföldi demókat, és akkor azokat leutánozzák, úgymond, és azt megpróbálják végezni. De hát az kb. Lehetetlen, mert nem tudhatni, hogy ők mire gondoltak akkor, mi volt a reakció. Szerinted Magyarországon hogyan néz ki így a Chase-i, mennyire van a top csapatok, mennyire van, ugye, hogyan alakul ez az egész dolog? Hát szerintem mi vagyunk a legjobbak, és utánunk még van körülbelül 3 csapat. Igen, szóval ez az a bizonyos őszintesség, és ez az a bizonyos, ugye, amiről... Erről beszéltetek. Hát de most szerintem mi értelme van annak, hogy én titkoljam a véleményemet, és azt mondjam, amit hallani akarnak az emberek? Well, top csapatként igazából mik az elvárásaitok, tehát... Hát mindent meg szeretnénk nyerni. Stimmel. Média megjelenés? Hát ahogy adódik, mint például ez. Második helyzet a Face of Power csapatot. Nagy Gratulálok!
akkor az első helyzet az olimpikán. Nos, ez volt a PGHL-an Keszthelyről. Gratulálunk a részvevő csapatoknak, illetve a szervezőknek is. Nem sokára találkozunk az újabb Cybersport eseményen. Addig is Fekete Zsombort hallottátok a Level Up-ból, Fix.tv-n.